A Debreceni Egyetem a magyar felsőoktatás egyik legnagyobb intézménye. Meghatározó módon járul hozzá az ország kutatási, tudományos és oktatási potenciáljához, kutatási teljesítményét a vállalkozások szolgálatába állítja. A Debreceni Egyetem számos nagyvállalattal működik együtt. Külön is kiemelném a kihelyezett tanszékeket, hiszen itt a vállalatokban, a cégekben történik az oktatás, fontos a vállalat számára is, hiszen előnyöket kínál számukra a munkaerőpiacon. Az informatikai kar kihelyezett tanszékeken oktatjuk már a fiatalokat. Jól tudjuk segíteni az egyetemet abban, hogy versenyképes szaktudáshoz jutassák az itt végző kollégákat. Kapnak egy olyan tudáshalmazt, amelyel sokkal nagyobb értékük lesz a munkaerőpiacon. Két kihelyezett tanszékünk van, egy kémiai és egy ipari gyógyszertechnológiai kihelyezett tanszék. Én úgy tudom, hogy Európában is egyedülálló. A Debrecen Egyetem 2010 őszén indított egy új innovatív oktatási formát. Ténylegesen az üzleti életben próbálják ki azt, hogy hogy kell tárgyalni, hogy kell feladni. A valós üzleti környezetben tudnak számot adni arról, hogy mit sajátítottak el. A Debreceni Egyetem feladatának és missziójának tekinti, hogy a régió vállalatait tudományos, kutatási és mérési szolgáltatásokkal segítse, és tulajdonképpen ezt a feladatot segíti elő a tudás és technológia transfer az Észak-Alföldi Régió Felsőoktatási Intézményében című projektünk is. Gyártás közben a kártyáink sérültek. Akkor született az ötlet, hogy vigyünk el egy ilyen sérült kártyát be az egyetemre. Be lehetett azonosítani, hogy melyik berendezés okozta a problémát, így aztán ezt el tudtuk kerülni, és jelentős elejtet tudtunk aztán csökkenteni. A Richter és az egyetem között hagyományosan jó kapcsolat van. Egyetemnek kiváló kutatói vannak. Ez egyik terület a PET, ami szintén a gyógyszerkutatásban jelentős szerepet játszik, és ezt szeretnénk minél jobban kihasználni a jövőben. 2007-ben a Debreceni Egyetem alapította meg a céget. Fő profilja az a klinikai genomikai szolgáltatásokra fókuszál. Meg fogjuk haladni idén a 100 millió forintot is. Ezt a árbevétel tekintetében. Fontos sajátság a Debrecen Egyetemen folyó kutatásoknak, hogy ideálisan ötvöződik az alapkutatás, illetve a klinikai kutatás. Sok olyan lehetőséget kínál, aminek kapcsán gyakorlati haszna lehet az itt elvégzett kutató munkának. A Civis Vid Zrt-t a Debreceni Egyetem hozta létre. Célja az volt, hogy csökkentett szénhidrát tartalmú liszthelyettesítő termék felhasználásával a késztermékek megfelelő pozíciót kapjanak a piacon. A Debreceni Egyetem küldetésének tekinti, hogy a kutatások tudományos eredményeket megismertesse a lakossággal és elsősorban a fiatalokkal. Többek között ezt a célt szolgálja a Kutatók Éjszakája program. Az idén 6-7 ezer fő volt kíváncsi rendezvényeinkre. Az egyetem és a város elsősorban az innováció, a gazdaságfejlesztés és az oktatás területén működik együtt, mint a Gamma Kés projekt, mint a protonterápia, vagy éppen az a tudományos élményekben beruházás, ami az egyetemet vonzóvá teszi a fiatalok számára. Kiemelten foglalkozom a geotermikus energia hasznosításával és a napenergia hasznosításával. Számos olyan projektünk van, amely úgy valósult meg, hogy ugye igény merült fel az adott kutatás elvégzésére.